Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató ezúttal Szekszárdon a Tolna megyei Íj és Gyula könyvtár gyermekkönyvtárában mutatkozott be. A hálózat kis filmmel és előadásokkal szeretné népszerűsíteni a nevelőszülői hivatást. A szolgáltató jelenleg 13 megyében, közel 7000 gyermeknek és fiatalnak nyújt teljes körű gyermekvédelmi szakellátást. Azt látjuk, hogy nagyon sok gyermek szeretne családba kerülni, olyan családokból kerülnek kiemelésre, ahol a család funkcióját nem tudja betölteni valami oknál fogva, és mi szeretnénk ezeknek a gyermekeknek családi környezetet biztosítani. A Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltatónak is, és minden olyan szolgáltatónak, akik nevelőszülői hálózatot működtetnek, komoly kihívást jelent azt, hogy a nevelőszülőket, akik már régebb óta végzik a tevékenységet, korban előrébb járnak, megérdemelt pihenésüket akarják már megkezdeni, őket pótolnunk kell. És ilyen alkalmak, mind ahogy itt Tolna megyében, a könyvtárban együttműködéssel, intézménnyel megragadunk ahhoz, hogy Tolna megyében is, de természetesen az egész országban ezt a munkát végeztessük, és a kiemelt toborzásként nevelőszülőket keressünk. Tolna megyében mintegy 360 gyermeket, fiatalról gondoskodunk a hálózaton keretében, mintegy 120 nevelőszülő segítségével. Szabó Zita tavaly szeptember óta gondoskodik egy 4 éves kislányról. Elmondása szerint már több éve gondolkodtak férjével azon, hogy nevelőszülők legyenek. Családunk befogadta Vikit, és nagyon-nagyon sok boldogságot, szeretetet kapunk tőle. Két felnőtt gyerekünk van, Bencém 29 éves, Katám 25, és ők már nem laknak velünk. Úgyhogy így döntöttünk, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy kis gyerek. Nehéz körülmények között került hozzánk, és azóta nagyon-nagyon sok mindent tudtunk fejleszteni, rengeteg mesét tud már, játékokat, és mozgásában is nagyon sok fejlesztés történt, és nagyon-nagyon ügyesen. Annyi öröm és szeretet van ebbe a kislányba, hogy nem igaz. Széchenyi Sándor azt mondja, ez a hivatás nem könnyű, hiszen számos kihívás elé állítja a nevelőszülőket. Mi nem problémákként kezeljük a gyermekeinket, hanem kincsként, akik ha hozzánk kerülnek, akkor csiszolni szeretnénk és kiteljesíteni az ő kis életüket. Tehát ez a tevékenység egyrészt nehézséget is jelent, de nagyon sok szépséget és örömet is hoz az életükbe. Erről szeretnénk minél több fórumon, minél több tevékenységen, lehetőségen keresztül hangot adni. Nyilván teljes körülön tájékoztatva, eloszlatva azokat a tévhiteket, ami ezzel a tevékenységgel jár. Várjuk azokat a jelentkezőket, akik elsősorban nyitott szívvel, nagy szeretettel fordulnának azon gyerekek felé, akiknek szükség van rájuk. A nevelőszüli feladatellátásnak van egy kiválasztási folyamata, jogszabályi írások is leírják azt, hogy minek kell megfelelni. Vannak személyi, tárgyi, egészségügyi feltételei, nyilván ezt a jelentkezőkkel ezt tájékoztatjuk őket erről, ennek meg kell felelnie, hiszen ezt ellenőrzi a adott kormányhivatal hatósága, nyilván ebben az úton mi segítjük. De azt szeretném hangsúlyozni, hogy a feltételek mellé mindig oda tesszük a segítő szándékot is. Tehát aki nevelőszülőnek jelentkezik, a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltatóhoz, az számíthat arra, hogy egy segítő attitűd és egy segítő csapat van a hátunk mögötte is. A tanácsadókon keresztül, a pszichológus hálózatunkon keresztül, fejlesztő gyógypedagógusok, mindenki azon dolgozik, hogy könnyítse ezt a munkát, megkönnyítse ezt a tevékenységét, és nyilván a gyerekeinket segítse.